Ebben a videóban azt nézzük meg, hogyan tudjuk tökéletesíteni az alvásunkat, hogyan tudjuk kijavítani a különböző nyugodt alvás gátló problémákat. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. Egy alvási ciklus kb. 90-120 percig tart, így ha valaki 7-8 órát alszik, 4-5 ilyen cikluson megy át az éjszaka során. Egy alvási cikluson belül szigorúan kötött 4 fázis van, illetve van a REM, az 5. fázis, amikor álmodunk. Az első fázisban az izmok aktivitása lassul, a másodikban csökken a szívritmus és a testhőmérséklet, a harmadikban már rendkívül lassú agyhullámok jelentkeznek és csökken a vérnyomás, illetve a légzés is lassul. A negyedik fázis már a legmélyebb alvás fázisa, ez a legfontosabb, a delta fázis, ilyenkor az agy a leglassabb hullámokat állítja elő, és ebben a fázisban a legnehezebb az embert felébreszteni. Ez a negyedik fázis alapvető a testünk energiájának helyreállításában, ilyenkor szabadulnak fel a növekedési hormonok is, amelyek gyerekkorban a növekedésünket segítik elő, míg felnőttkorban az öregedésünket lassítják, illetve ilyenkor regenerálódik az immunrendszerünk is. Ebben a delta fázisban töltődünk fel energiával, pont úgy, ahogy egy elem vagy egy akkumulátor. Ha valaki rengeteg kávét és energiaitalt iszik, mert így próbál energiához jutni napközben, akkor az 10-ből 9 esetben azt jelenti, hogy az éjszaka során nincs elegendőt ebben a negyedik delta fázisban, tehát nem tud rendesen feltöltődni a teste energiával az éjszaka alatt. A nap során a hormonjaink működése egy adott összhangban vannak egymással, az életmódunkkal és a táplálkozásunkkal is összefügg a működésük, illetve a napszakokhoz vagy a fény mennyiségéhez is kapcsolódik a hormonok szintje. Először is egy átlagos felnőtt esetében az, hogy jól tudjon aludni, este 10-11 óra között van az az időszak, amikor a legideálisabb lefeküdnie, mert nagyjából akkor kezdődik az első ilyen alvási ciklus, azaz ha nem vagyunk ebben az időszakban már ágyban, sokszor meg kell várjuk a következő ciklust, ami éjfél körül kezdődik. Így például, ha 11-12 óra között fekszünk le, és nem tudunk gyorsan elaludni, annak a természetes alvásciklusunk lehet az oka, más szóval, hogy nem feküdtünk le időben. A második gyakori probléma, hogy egyáltalán nem tudunk elaludni, tehát lefekszel és 1-2 óránál csak fekszel az ágyban, de nem jön álom a szemedre. Ez legtöbbször elektrolit, azaz ásványanyag hiányt jelent, főként kálium, magnézium és kálcium hiányt. Ennél a problémánál a megoldás ezeknek az ásványanyagoknak a pótlása a lefekvés előtti 1 órában, mondjuk elektrolit tartalmú italporokkal. A következő a magas pulzusszám, amit egyrészt érezhetünk a csuklónál, másrészt, ha a fülünkre fekszünk, hallhatjuk a fülben is. Ezt okozhatja például a túl sok edzés, vagy a túl sok fizikai tevékenység a nap során, tehát itt a megoldás ennek csökkentése. Okozhatja a gyomrunk pH egyensúlyának nagyon savas irányba való elmozdulása, például túl sok almaecet, vagy túl sok kombucsa tea fogyasztása idézheti elő. És okozhatja a kálium hiány is. Ez a leggyakoribb eset. A cukor is minden, ami cukorra alakul, gabonaételek, süti, chips, rizs, burgonya, rengeteg káliumot fogyasztanak el a testünkben. A negyedik alvást rontó probléma, amikor felébredünk az éjszaka során, és olyan, mintha indulásra készen állnánk. Ezt az ébredést a mellékvese által termelt kortizol és az adrenalin okozza, tehát fel van borulva a mellékvesék működése, amit elsősorban a sok stressz és a sok koffein okoz. Ez a probléma gyakori az egész nap számítógép előtt ülőknél is. Ennél a problémánál a megoldás a mellékvesék megtámogatása, a stressz csökkentés, a séták a szabadban, a relaxáció, a wellness, illetve sok mellékvese támogató étel, vitamin, gyógynövény bevitele, melyről több videóban is beszéltem már. Az 5. probléma, amikor WC-re menés miatt szakad meg az alvásunk az éjszaka során, a hólyagunk egyáltalán nem kellene felébresszen minket az éjszaka alatt, tehát már akkor, ha csak 1-2 alkalommal felébredünk, jelzi a testünk az inzulinrezisztenciát, tehát ezt a problémát az inzulinrezisztencia okozza, azaz a túl sok cukor. Itt a megoldás első lépése a szénhidrát csökkentés, illetve az időszakos böjtölés. A 6. eset pedig, amikor egyszerűen fáradtan ébredünk fel reggel, tehát olyan, mintha alig aludtunk volna, más szóval kialvatlanul ébredünk. Ez elsősorban a rossz táplálkozási szokások miatt van, mert egyrészt nem viszünk be elegendő hasznos vitamint, antioxidánst, tápanyagot,
másrészt olyan ételeket fogyasztunk, amelyek csökkentik a vitaminok nyomelemek szintjét. Ha rendszeresen eszünk elegendő zöldséget a nap során, amiből bioaktív vitaminhoz, ásványanyaghoz jut a nyomelemhez jut a testünk, tehát nem csak multivitaminokat szedünk, nagy eséllyel megszűnik ez a probléma. Ha sok fehérjét eszünk lefekvés előtt, tehát nagyon sok húst, az fokozza ezt a problémát, tehát kialvatlanul ébredhetünk. Ha összeeszünk sokféle különböző ételt este, chips, csoki, pattogatott kukorica, főétel, stb., ugyancsak növeli az esélyét annak, hogy fáradtan ébredünk fel reggel. És végül a reggeli kialvatlanság oka lehet egyéb alvás probléma is, amit ugye az elején felsoroltam, tehát szénhidrát, inzulinrezisztencia, illetve a nap során fogyasztott túl sok kávé és a túl sok stressz is. Köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy hasznos volt ez a videó. Nagyon jó alvást és jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!